nyíregyházi közgyűlés rendeletet alkotott arról, hogy a helyi adókötelezettségeket elektronikus úton is teljesíthessék az ügyfelek. A rendelet megalkotását a magasabb szintű jogszabály felhatalmazása, valamint a kormányzati törekvés indokolta. Ezzel lehetőség lesz az iparűzési adó, az építményadó, a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a gépjárműadó, a helyi jövedéki adó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallási, bejelentkezési, változás bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítésére. Az új lehetőség környezetvédelmi szempontból, valamint költségcsökkentési szempontból mind a benyújtónak, mind az önkormányzatnak előnyös lesz. Nyíregyháza megyeváros önkormányzat arra építette az alaptéziseit, hogy már a működő AHNK programon keresztül próbáljuk vezetni az elektronikus adóbevallást. Ez azt jelenti, hogy aki már rendelkezik ügyfélkapuval, neki semmilyen más regisztrációra nem lesz szüksége, viszont akinek még nincsen ügyfélkapus regisztrációja, ő pedig a járási hivatalokmányirodáján keresztül egy regisztrációt követően automatikusan online láthatja az adószámláit, adófolyószámláját, illetve minden bevallását, bejelentését már elektronikus formában tudja majd megtenni. Az elektronikus helyi adózásra június 29-től hétfőtől már megvan a lehetőség. A rendelet szabályai az adminisztratív terhekre is csökkenő hatással van. Az elektronikus úton benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása egyszerűbb és gyorsabb, valamint kevesebb a hiba lehetőség.